Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, zene klip feliratozása lesz a mai téma, ami első körben egy periférikus dolognak tűnik, de az itt megtanult és elsajátított ismereteket természetesen más feliratok, illetve feliratozásnál is tudjátok használni. Mi is ez? Discord csatornán felmerült a kérdés, ha van egy idegen nyelvű zenei klip, akkor mivel lehetne magyar felirattal ellátni? Ez egy kicsit más feladat, mint egy filmet feliratozni, hiszen ahhoz megfelelő programok léteznek, és ott szövegszerkesztővel, jó közelítéssel, egy szövegszerkesztővel el tudjuk készíteni a feliratokat, beidőzíteni, és utána, ahogy szoktuk látni, alul vagy ahol megjelenítetjük a zenei, vagy videó, vagy egyéb klipeknek a feliratát, ott meg fog jelenni. Azaz, ez egy kicsit más feladat, hiszen egy olyasmit szeretnénk, hogy megy a zene, vagy esetleg egyéb szöveg, vers, vagy akármi, és ott mi jelenjen meg a lefordított szöveg. Azaz, hogyha van egy angol szám, akkor annak a magyar fordítása jelenjen meg, vagy amivel mi gyakorolni fogunk, ha van egy vers, a versnek a szövege jelenjen meg, ahogy az előadó művész felolvassa. Nagyon-nagyon professzionális dolog, hiszen így nem csak hallod, hanem látod is a szöveget, össze tudod vetni, esetlegesen még karaokiként is gyakorolhatod akár az éneklést, akár a vers mondását, hiszen nagyon-nagyon érdekes és nagyon kellemes dolog, hogyha valaki főleg tanuló időszakában, általános iskolába, gimnáziumba a memoritereket, azaz a megtanulandó verseket vagy szövegeket hangsúlyozottan úgy, ahogy az előadó művész előadja, úgy adja elő. Egyébként ezen kívül lehet más magyarázó, értelmező szövegeket is a klipbe belerakni, hiszen előfordulhat, hogy egy programról, vagy akármi másról, a kirándulásodról, amikor kirándultál a családoddal, és látjátok azt az adott műtörténeti dolgot, várat, épületet, akármit, vagy gyönyörű tájat, ott egy szöveggel ismerteted, hogy éppen mit lehet látni. Ezt egyszerű címklippekkel meg tudod oldani, de hogyha ezek egy kicsit hosszadalmasabbak, vagy több szövegből állnak, akkor ilyen váltásokat érdemes közbeiktatni, hogy jól nézzen ki. Egyébként lehet ezt használni sima felvezető, levezető, például stáblista szövegeknél is, azaz ezek a címklippek készítése, feliratozás, egy kis átmenetek, egy kis effektusok hozzáadása bizony máshol is használható. Azaz nem csak arról van szó, hogy van egy külföldi zeneszám angol, és azt lefordított, hogy a magyar is értse a szöveget, ne csak a zenei élménye legyen, vagy hallgatjuk a verset, és ne csak halljuk, hanem lássuk is a szöveget, akkor bizony ezen kívül sokféleképp fel lehet használni. Én egy verset fogok feliratozni Sinkovics művész úr előadásában a Velszi bárdok elejét Arany Jánostól. Elnézést, vélhetően mindenki tudta, hogy ez Arany Jánosnak a műve, de azért illik mindig az írót is, és az előadót is megemlíteni. Azaz a Velszi bárdok elejét fogjuk feliratozni, ami számunkra azt adja, hogy csak gyakoroljuk azt, hogy hogyan kellene ezt megcsinálni. Nem fogom én végig megtenni az egész verset, egész művet feliratozni, csak az első pár mondatot, hiszen utána már mechanikus dolog lesz. Mi kell nekünk ehhez? Azaz előtte szedd össze, ami kell. Miért? Mert úgy gyorsabban fogsz tudni dolgozni. Kell a hanganyag. Jó minőségbe. Azaz, hogyha egy hanganyagot, egy verset, egy zenét, vagy akármit feliratozol, akkor az legyen jó minőség. Ez jellemzően nem jelent különösebben nagy gondot, hiszen ezek a művek, akár egy zenei, akár pedig egy prózai mű, az jó minőségbe szokott megjelenni, azaz ezeket használjuk. Itt ki kell térnem arra, hogy bizonyos anyagok, bizonyos zenei vers, vagy akármi anyag az jogvédett. Azaz próbálkozzunk meg a törvényesség keretein belül előadni valamit, azaz nem lelopunk az internetről valami zeneszámot és feliratozunk, bár maga a feliratozás az nem bűncselekmény, nem hiba és nem elítélendő, hiszen te feliratozhatsz egy számodra engedélyezett videó, akármi hanganyagot, de nem teheted közé.
azaz itt arra figyeljünk, a közzététellel lehetnek problémáid, azaz a hanganyag, illetve videóanyag, zenei anyag legyen számodra jogtiszta. Nézd át az erre vonatkozó törvényeket, mert például az a felhasználás, amit én Sinkovics művész úrnak a pár mondatából felhasználok, pár rövidke anyagot a hosszú előadásból, az teljesen jogtiszta. Azaz egy anyagból ki tudsz emelni egy kis rövidebb részt bemutatása, ismertetése, természetesen az etika keretein belül, azaz nyilvánvalóan ezt a verset fel lehet használni úgy, amikor a Sinkovics művész úrnak az előadásában meghallgatjuk az első három mondatot, két-három mondatot, és azt feliratozom, de például nem lehet egy gusztustalan politikai nézetet alátámasztó dologra felhasználni az egészet. Azaz figyeljünk arra, hogy a jogtisztaság az mindenképp fontos, akár képet mentünk le, akár videót mentünk le, akármit, azt használjuk úgy, ahogy illik. Te se örülnél, ha a művedet más ellopná, mert ez véleményem szerint lopás, ha más anyagát teljes mértékben saját érdekedbe, saját felhasználása közzéteszed. Azaz, erre nagyon figyeljünk. A szövegre is szükségünk van helyesen. Ezt azért emelem ki, hogy helyesen, mert nyilvánvalóan, hogyha feliratozol egy dal szöveget, akkor az jó lenne, hogyha magyar helyesírásnak megfeleljen, illetve pontosan az Arany Petőfi, illetve a régebbi költők vagy íróknak a műveit, hogyha ilyentén felhasználod. Esetleg te felolvasod az adott művet, és szeretnéd a szöveget is megjeleníteni, akkor a helyesírásnak megfelelően, az akkori helyesírásnak megfelelően kell ezt előadnod. Azaz, hogyha valamikor azt másképp írták, mint ahogy most elvárás, akkor az a helyes, hogy a költő, író, vagy akárki, aki ezt a művet előadta, elkészítette, az bizony úgy legyen előadva, ahogy ő elkészítette. Nagyon-nagyon sokszor látok olyan helytelen dolgot, hogy egy régebbi költőnek a versét helyesírásilag kijavítják. Helytelen, ahogy ő leírta, az az ő műve. Oké, megvan a szöveg, a hanganyag. Hogyha szeretnél te egy háttérklippet is tenni hozzá, azaz esetleg a verszibárdok mögött mennek régi képek, íróknak, előadóknak, költőknek a képe, az akkori királynak a képe, vagy az akkori tájképek, az nagyon helyes dolog. Ezt legalább olyan felbontásban kellene megtenni, mint ahogy a videó lesz. Azaz, hogyha egy zeneszám alatt szeretnéd a koncertet, amikor az a zene éppen előadásra került, annak a koncertnek a felbontása legalább olyan legyen, mint a végtermék, hiszen bár régebbi videóknál, régebbi VHS vagy akár Super 8-as felvételeknél előfordulhat, hogy a felbontás az kisebb, mint ami a manapság elvárt. Igen, nagy felbontás, ott még megbocsátható, de a mai, vagy az elmúlt időszakokban készült klipekből, a YouTube-ról, vagy innéd-onnan összeszedett kis felbontású akármik, azok nem. Azaz erre figyeljünk, szinkronban legyen a hanganyag minősége, szinkronban legyen a te általad írt szöveg minősége, tehát mondjuk a fordítás, vagy a versnek a pontos idézése, illetve a háttérklip, ami hátul megy, azért az jó lenne, hogyha minőségben és igazából esztétikumban is egymásra hangolódna, azaz hiába adja elő Sinkovics Imre művész úr a verszibárdokat nagyon jól, hogyha én egy VHS felbontású akármilyen vacak videót vágnék alája. Csúnya lenne. Azaz csúnya lenne, illetve kell nekünk az, hogy hol lesz a vágások helye. Azaz a szinkron az fontos, hiszen bennünket igazából zavar, hogyha nézel egy filmet, és van magyar szinkronhang, és a száj mozgása tovább tart esetleg, mint a beszéd, amit hallasz. Igazából zavaró, és ez azért is zavaró, mert azért az aneti világban, azaz a 80-as, 90-es évek előtt, a magyar szinkron színészek, a magyar szinkron minősége kiváló volt.
jó, megbeszélhetjük azt, hogy az milyen rendszer volt, meg miért volt ez, meg hogyan volt az, de a mostani szappanoperák szinkronjai és a régi, akárhonnét előkerült, akár orosz, akár külföldről, mármint a kapitalizmusból beimportált filmek szinkronjai minőségűek voltak, és nem olyan vackok, mint jelenleg egy-két tucat szám készített sorozaté. Azaz azért figyeljünk rá, amikor elhangzik a hang, anyag, az a szó, akkor legalább lásd azt a kiírást, ami odavaló. Erre nagyon figyeljünk, a vágások helyét be kell jelölni. Hibák. Pár olyan hiba van, ami igazából egy-egy ilyen műnél zavaró lehet. Nem szinkronba vált a felirat, az előbb emlegettem. Hogyha azt mondja, hogy Edward király, és utána már a következő mondatot látod, az kellemetlen, szinkronban legyen a felirat és a hang. A durva váltások azok nem jók, azaz nem jó az, amikor egyik szöveg eltűnik és előugrik a másik szöveg. Legalább egy egyszerű, pár pillanatos átmenetet használj, hogy ne az legyen, hogy elővillanik, visszavillanik, újabb villanás, a szöveg egy kicsit zavaró. Én úgy gondolom, hogy ezt a mai technikával, egy minimális átmenet beiktatásával meg lehet oldani. Az eltérő tömeghatás az azt jelenti, hogy az első klippen, első szövegen van három szó, a következőn például egy versszak. Utána megint három szó, megint egy versszak. Ez így nem jó. Persze vannak olyan helyzetek, amikor nem tudod szépen elosztani egyenletesen, de igazából próbálkozzunk meg, hogy nagyjából egyforma mennyiségű szöveg kerüljön egy adott klipbe. Miért? Mert zavaró, hogy egyszer az egész monitort tele rakod betűkkel, hiszen mi betűkkel fogunk itt bűvészkedni, és utána a másik kockába pedig ott van egy darab szó. Persze, hogyha a művészi hatással ezt szeretnéd érzékelteni, hogy az a szó, az a mondat vagy tagmondat erőteljesebben fontos, akkor lehet használni ilyet. Nem mindig tilos, de én azt mondom, hogy nagyjából egyforma mennyiségű szöveg kerüljön elő, egy-egy felvillanó képen. Ez nagyon fontos. A következő hiba, amit látjátok, ha nincs igazítás. Most nem arról beszélek, hogy esetleg a felső sarokba írsz egy versszakot, a következő versszak vagy szöveg az alsó másik sarokba van, vagy esetleg egyszer fent, egyszer lent jelenik meg a szöveg, hanem erről beszélek, amikor középre, mondjuk a példában középre igazítod a szöveget, és a következő klip kockába már éppen egy fél centivel el van csúszva. Egy picit ilyen slendrián, nem törődöm, oda nem figyelő hatással van a néződre. Legyen egy olyan sablonod, én azt mondom, hogy egy ilyen esetben az a legegyszerűbb, hogyha középre igazítod a szöveget, esetleg föl vagy le egy kicsit eltolod, és utána az jól fog kinézni, egymásra vált a szöveget, és nem ide-oda ugrál, ami igen-igen zavaró tud lenni. Hát nézzük is meg, hogyan fogjuk feliratozni ezt az egyszerű, pármondatos és valóban művészként előadott szöveget. És a művészként ez nagyon fontos. Én a feliratozást mutatom be fekete-fehér összeállításban. Ez csak azért, mert persze mehetne mögötte egy klip is, vagy akármi más, de nem ez a témám. Azaz ne legyen más, amire figyelünk, hanem egyszerűen az, hogy hogyan kell ezeket a betűket normálisan és viszonylag egyszerűen elhelyezni, és a technikára fogunk figyelni, és nem a művészi kivitelre. Az, hogy te melyik zenéhez, melyik vershez, vagy prózához, vagy egyébhez, milyen hatásokat teszel, milyen betűtípusokat, arról én nem fogok tudni beszélni, hiszen én a technikát a technikai kivitelre fogok koncentrálni. Ha a munkádat, ha megtervezed, akkor az első pár váltás után mechanikus feladat lesz. Azaz nem kell megijedni, hogyha van egy szép hosszú vers, vagy zeneszám, ami mondjuk 5 perces vagy 10 perces, az iszonyat sok munkádba kerül, nem. Gyakorlatilag a szöveget már elkészítetted, és a váltások mienségét
kinézetét, technikáját az első párnál már megtanultad, utána már csak elméletileg másolgatnod kell az effektusokat, azokat beállítod, hogy milyen hosszú legyen a klip, és utána az effektusokat ráhúzod, és utána léphetsz tovább. Villámgyorsan megy az ilyen, persze oda kell figyelni, de aki egy picike kis gyakorlás megtesz, annak hamar és gyorsan elkészül egy olyan mű, ami igazából szépen is fog kinézni. Hát nézzük is meg a technikai részét. Az első lépésben létre fogjuk hozni azt a hátteret, amelyen a felirat lesz, azaz csinálunk egy fekete színklipet. Hogyan? Rákattintunk, és színklipet kiválasztjuk, megadjuk a színt, és ez mély fekete lesz, és le fogjuk okézni. Ezzel kaptunk egy színklipet, amit ráteszünk videósávra, majd jól meghosszabbítjuk, igencsak meg fogjuk hosszabbítani, hiszen ezen fogunk dolgozni, ez lesz a háttér. Gyakorlatilag ez valóban egy klip, ami fekete, semmi más nem csinál. Ha megvan a háttér, vagy behelyezted ide azt a videót, amit szerettél volna elkészíteni, ami a háttered lesz, akkor már csak a hangot kell ide tenni, ráhúzzuk a hangsávra, megpróbálkozunk belenagyítani, és belehallgatunk, hallgassuk meg. Arany János, a Velszi bárdok. Edward király, angol király, léptet fakólován. Ennyi lesz az, amit mi meg fogunk vágni. Természetesen ezen megtanuljuk azt, amit meg kell tenni, és azért választottam ezt a nagyon szépen előadott verset, illetve annak a leges legelejét, mert nagyon szépen lehet látni, mit a szüneteket a mondatok között. Tehát ő, ahogy előadja azt a professzionális technikát, érdemes elsajátítani. Hogyan mond egy gyerek verset? Hogyan mondják az emberek a verset? Eldarálják. Ő minden mondatot kihangsúlyoz, helyeket hagy, hogy az ember az előző szavakat átgondolja. Itt nekünk nagyon könnyű dolgunk lesz emiatt, hiszen be tudjuk rakosgatni majd e fölé azokat a klippeket, amelyekre nekünk szükségünk van. A váltásokat bár látjuk természetesen, hiszen itt vannak az üres, halk, néma helyek, de én azt szoktam csinálni, hogy a váltások helyére el fogok egy segédpontot helyezni, amit odahúzkodunk, megfogjuk és odahúzzuk, ahova kell. Azaz látni is fogjuk azt, hogy hol van vége, hol kéne váltani, hol kéne jönni az új szövegnek, és segédpontot hozzáadjuk, elhelyezzük a harmadik segédpontot, és ennyi. 1, 2, 3. Azaz nekünk mennyi klip kell? 1, 2, 3, 4 darab klip kell. Először a író költő neve, a cím, és aztán a vers egyéb részei, és utána szépen behelyezzük. Hogyan hozunk létre klippeket, címklippeket? Úgy hozzuk létre a címklippeket, az a legegyszerűbb, hogyha előre összekészítjük a verset. Könnyű helyzetbe voltam, hiszen ez a vers mindenhol elérhető jogtisztán. Arany János, a velszi bárdok, Edward király, angol király, léptet fakó lován. Na hát észrevehettétek, hogy én nem olyan szépen mondom el, mint ahogy a művész úr, de ez a lényeg, legyen összekészítve, hogy csak be kelljen vágni oda azokat a szavakat, azokat a betűket, ahova kell. Hozzunk is létre egy darab címklipet, címklip hozzáadása, természetesen miért is ne, a másik monitoron jelent meg, ami számunkra nem túl kényelmes, ide áthozom, és mit fogunk csinálni? A címklipet meg fogjuk szerkeszteni, nagyon egyszerűen kell a szerkesztést megtenni, azt mondjuk, hogy első Arany János, én innét kivágom, Ctrl-C, és be fogom illeszteni, Ctrl-V. Hát bizony nem ilyen színűt szeretnék, hanem miért? Azt mondtam, hogy fekete, fehér. Hát természetesen első gondolatom, hogy fehér színt megadok, és leokézok. Oké, most nagyon oda kell figyelni, kijelöljük a szöveget, mellé kattintunk, bele kattintunk, középre fogjuk igazgatni, középre igazítjuk, viszintesen is, függőlegesen is, és itt fog megjelenni folyamatosan a szöveg.
Az, hogy most 100 pontos betűvel, 5 pontos betűvel, vastagított vagy vékonyított betűvel fogsz te dolgozni, végig kicsi betűkkel, végig nagy betűkkel fogsz dolgozni, egyéni dolog. Én, mivel a 100 az nagyon szép szám, így fogom hagyni, és utána leokézzük, hogy minden oké, és kaptunk egy címklipet. Az a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy az Arany János nevét fogja megkapni, azaz a szöveg nevét fogja megkapni a klipünk. Ide húzzuk, és utána betesszük ide, beméretezzük ide, és a következő meghallgatjuk, valóban azt kaptuk-e, amit szeretnénk. Arany János. És a következő a Velszi Bárdok. A címklipet lemásoljuk, címklip duplikátum, és erre rákattintunk, nyilvánvalóan nem az Arany Jánost, hanem a Velszi Bárdokat fogjuk ide belemásolni, Ctrl, és ezt kitörlöm, és beillesztjük a szövegünket, a Velszi Bárdok. Nyilvánvalóan, ahogy láttátok, nagy betűvel volt szedve, ez nekem teljesen megfelel, középre igazítom, akkor is középre igazított, föl is, le is, ha középen szeretnéd látni, ha egy betűt megváltoztatsz rajta. Miért? Mert sajnálatos módon el szokott csúszkálni. A legkényelmesebb az, hogy ezek után minden további nélkül fogjuk és leokézzük, és megvan a következő, ez kap egy új nevet, méghozzá a átnevezzük, és Velszi lesz a neve, hogy egyáltalán tudjam, hogy ki ő és mit akar, megkeressük, mert el szokott ugrálni, és itt van, betesszük ide, a hosszát megfogjuk, a bejelölt szintjelző, ahogy én mondom, szintjelző távolságáig fogjuk mi oda elrakosgatni. Nézzük is meg, mit alkottunk, hallgassunk bele. Arany János, a Velszi Bárdok. Edward király, angol király. Edward király, angol király a következő. Most, hogy egy kicsit másképp csináljuk, rákattintunk, hozunk létre egy címklippet, amihez bemásoljuk, hogy Edward király, angol király, és szöveg és Ctrl-V, szintén középre igazítjuk, és szintén középre igazítjuk. Most el kellene dönteni, hogy ez egy sorba jelenjen meg, vagy két sorba. Én úgy gondolom, hogy úgy lenne a legjobb, legalábbis az én ízlésemnek megfelelően, hogy ez kettő darab sorba jelenjen meg, és nyilvánvalóan középre igazítva. Na hát ez így igazából nem szép, igaz? Látható az, hogy hát nem ide szeretnénk, kijelöljük, természetesen középre igazítjuk, és középre igazítjuk, és le fogjuk okézni. Nekem a monitor felbontásom olyan, hogy egy kicsit húzni kell rajta, de lényeg az, hogy megkeressük, hova dugta el, és Edward királyt szeretnénk ide behelyezni, és behelyezzük Edward királyt, és idáig tartson a piros vonalig, mert úgy döntöttünk akkor, hogy idáig kéne lenni. A következő természetesen az, hogy léptet fakó lován. Akkor elkészítjük a szöveget, megírjuk, kimásoljuk, csinálunk még egy címklipet, címklip, ide megyünk, Ctrl-V, léptet fakó lován középre igazítjuk, és megvizsgáljuk azt, hogy véleményünk szerint ez így jó, vagy át kéne tördelni, mivel hogy ez így jó véleményem szerint, így fog maradni. Megint egy kicsit igazgatok, leokézzük, és megkeressük, hol lovagol ez a király, akinek fakó a lova. Ide tesszük, és behúzzuk idáig a hang végéig. Elméletileg itt a hang végén lesz a következő szintjelző, amivel mi behatároltuk a szakaszokat, és meg lehet hallgatni a verset, azaz hallgassuk is meg. Arany János, a Velszi Bárdok. Edward király, angol király, léptet fakó lován. Eljutottunk odáig, hogy már megvagyunk azzal a fontos feladattal, hogy mindenhol ott és akkor jelenik meg a szöveg, ahol nekünk kell. Igen ám, de az elején megbeszéltük, hogy elég amatőr megoldás az, ha hirtelen vágjuk a dolgokat, csináljunk átmenetet a kettő között. Az átmeneteket nagyon egyszerűen meg tudjuk csinálni, hiszen vannak átmenetek,
amiket mi tudunk használni. Már ismerünk egy párat, és bizisten nem lesz semmi olyan átmenet, amit idáig ne ismertünk volna. A legegyszerűbbet fogom bemutatni. Miért? Mert az egyszerűség szép. Valljuk be, az egyszerűség szép. Az egyszerű megoldás az legalábbis számomra, hogy egy sima átmenetet, áttűnést fogunk létrehozni. Hogyan? Nyilvánvalóan egymás után lévő fájlok, illetve itt klipek között átmenetet akkor tudunk létrehozni, ha azokat fedésbe hozzuk. Azaz, minden másodikat egy picit megemeljük. Egy picit megemeljük, lehet másképp is csinálni, természetesen, de én amellett vagyok, hogy minél kevesebb sávot használjunk, hiszen az a kényelmes, akkor átlátható. Az első gondolat, hogy húzunk ezen egy keveset, hogy átfedésbe kerüljön, már ezt kitörlöm, jó, hogy ne zavarjon, megfogjuk, egy picit húztunk rajta, még egy picit, hogy azért ne legyen olyan kicsike az átfedés, hosszabbítunk ezen, hogy ott is meglegyen az átfedés. Én azt szoktam csinálni, bár nem biztos, hogy ez a legkényelmesebb, hogy folyamatosan megcsinálok egy-egy munkafolyamatot, és utána, kizárólag utána fogom elvégezni a következőt. Azaz már van átfedés. Az átfedés nagyon semmilyen ilyen első körben, hiszen nem igazán láttunk olyasmit, ami extrémebb lett, egyik eltűnt, másik előjött. Miután az átfedéseket megtettük, és rájöttünk, hogy ez így valahogy nagyon nem az, amit szeretnénk, az effektusokat, illetve a kompozitálást megoldjuk. A törlést szeretem használni, rákattintunk, oda tesszük, ahova kell, és már át is törli, át is villanik. Nézzük is meg. Törlés, berakjuk. Arra nagyon figyeljünk, hogy ott kezdődjön, és ott végződjön, ahol kell. Tehát itt pontosan megegyezem, mert különben előreuglik egy másik szöveg, azaz a felső szövegre ráugrik ez, és utána indul el a törlés, hogyha kilóg egy kicsit. Így látható, hogy szépen meg is tette a maga dolgát. Nem tökéletes, de elfogadható. Ide is berakjuk, nézzük meg, hogy ez megfelele. Nagyon megfelel. Nem tökéletes, de már sokkal jobb, mint az előző. A következő gondolat, hogy egy kis elhalványodást hozzá szeretnénk tenni. Az elhalványodásnak az elkészítése nagyon egyszerű. Ide mész, megfogod azt a kis buckot, azt a zöld buckot, és elhúzod. Az effektus előugrik azonnal, és lehet látni a csuszkát. Azaz, nézzük meg, hogy mennyivel jobban néz ez ki. Látható, elhalványodik, ami kell, elhalványodik, és a következő effektust is hozzáadjuk, mindig az alsóból fogok levágni, így. És ez jó, egy picit odébb húzom, hogy még jobban tetszen nekem, így. És nagyon jó. Szerintem ez már egy kicsit sokkal jobb. Nézzük is meg, hogy hogyan működik. Arany János, a velszi bárdok. Na hát itt kimaradt az elhalványodás, hozzátesszük, hogy az alsó egy kicsit halványodjon, ide húzzuk, és már valamicskével jobb. Megtehetjük azt is, hogy a felsőbből is ilyen átmenetes halványodást csinálunk, nézzük meg. Az egy kicsit ilyen elhalványodik, előreugrik, és jobb lesz. Sokkal jobb lett, legalábbis véleményem szerint már egy kellemesebb, jól hallgatható, jól nézhető témát kaptunk. A következő, amivel foglalkozni fogunk, egy picit már haladóbb, egy kicsit több variációt kívánó dolog. Na hát azt is nézzük meg. De mielőtt nekiállnánk a következő adagnak, nézzük is meg, hogyan lett elkészítve az előző adag, azaz teljes képernyőn, nézzük meg, hogy milyen lett ez a kis videórészlet, hiszen ne csak itt fent a kis ablakocskában, teljes képernyőbe is szeretném látni. Azaz, nézzük meg!
Egy kis kitérőt szeretnék tenni, ha van olyan csoportosulás, tehát amit összeraktál, klippek, összevágva, effektus, és te a későbbiekben szeretnéd használni abban a klipben, abban a vágásban, mert ha máskor, máskor szeretnéd használni, akkor más a megoldás, de gyakorlatilag összeállítottunk egy klipet mindenféle egyébben. Na hát ennek a mozgatása és a másolása nagyon-nagyon egyszerű. Első körben lenyomod a shift gombot, és bekeretezed, becsoportosítod az adott klipet, és akkor egybe tudod mozgatni. Hát első körben tegyük meg azt, hogy ebből csinálunk egy másolatot, Ctrl-C, máshova kattintasz Ctrl-V, és meg is van a másolat. Azaz neked nem kell különösebben ezt-azt ide-oda rakosgatni, mentegetni, ha ugyanabba a klipbe, ugyanabba a videóba szeretnél valamit használni, hanem egyszerűen átmásolod. Oké, összecsoportosítjuk ezt a kliprészt, rákattintunk, csoportosítás, és utána már nem tudjuk szétszedni, mink ha kikattintunk belőle, akkor se tudjuk szétszedni. A csoportosítást idehúzzuk, és megnézzük. Nézzük is meg! Arany János, a Velszibárdok. Edward király, angol király, léptet fakólován. Miután készen vagyunk ezzel a nézegetéssel, utána semmi egyéb teendőnk nincs. Mi a teendőnk? Elkészítjük a következő klipet. A klipet összerendezzük, hogy megfelelő mennyiségű csatornát, illetve sávot használjon el, bejelöljük az egészet, ez ideiglenes bejelölés, hiszen én nem csoportosítottam, és ide fogom húzni. Mi a következő lépés? Jól belenagyítunk, hogy lássuk az összes dolgot. Az előző klipben ott vannak a vágások, amik számomra nem kellenek, rákattintunk, ezt elhúzzuk, hogy mindent lássunk, és törlés. Ezt rákattintunk erre a átmenetre, és lenyomjuk a Del gombot, vagy a D gombot, ahogy én szoktam. Rákattintunk ide az effektusra, hiszen azt oda tettük az átmenetet, és végig megyünk rajta Del, és utána eltüntetjük az összes effektust, az összes átmenetet, amit rátettünk erre a klipre, végignézzük, rákattintunk, itt a tulajdonságok között nincs, és átmenet sincs. Ennyi, tehát egy új, friss munkát fogunk elvégezni. Mit is szeretnénk elérni? Én úgy gondolom, hogy a következő effektus, a következő átmenetek, a következő eszközök olyanok legyenek, hogy először jelenjen meg egy picit kisebbe a felirat, majd nagyítódjon ki erre a méretre, az elején legyen egy kicsit halványabb, és a végén is halványodjon el. Szerintem ez egész szépen fog kinézni, és a megoldás nagyon egyszerű. A megoldása nagyon egyszerű, rámegyünk az adott klipre, az adott részre, kijelöljük, és az átmeneteket fogjuk használni. Rákattintunk és megkeressük a kompozit és transformot, és ráhúzzuk. Ennyi, ráhúzzuk az egészre, és ezen túl milyen megoldásokat kapunk. Rákattintottunk arra, ahol éppen van az effektus, és mit látunk? Van lehetőség arra, hogy a méretet és az átlátszatlanságot, de hosszú szó, azt bizony be tudjuk állítani. Ide megyünk, én idehozom a vágóélt, hogy az elején legyen, és rákattintunk, és home, és az elejére ugrik. Itt az átmenetek között bizony ez úgy nem annyira szép, igaz? Nézzük is meg, miért nem szép. Mert hogyha én ezt beállítom, ahogy én gondoltam, azaz a méret az elején legyen mondjuk 80% az átlátszatlanság, vagy hát a denzitása 80, rákattintok, és oldalt, vagy hát középre behelyezem, és így is középre behelyezem, akkor mit fogunk látni? Az előző még alatta van. Így bizony annyit kellene megtenni, hogy ezeket áthelyezzük, úgyhogy bizony ne legyen átfedés. Azaz az egyik elhalványodik, és jön a másik átmenetszerűség nélkül. Átmenet lesz, csak nem olyan, mint amilyen az előző. Azaz ezt én úgy gondolom, hogy elhúzzuk ide, valahol itt váltson, ezt pedig összenyomjuk, leveszem a effektust, hogy ne
legyen zavaró, oda igazgatom, ahogy gondolom a váltásnak a helyét, így, és utána ezt így, azaz bejön ide, belenagyítok, hogy azért lehessen látni, hogy ütközik egymással, ezt egy kicsit megrövidítem, ezt egy kicsit visszanyomom, és lehúzom ide, megnézem a végén, nagyjából jó, és bizony, ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Kezdjük is el az effektusok készítését. Az első effektus, ami meg fogom nektek mutatni, legyen a második, azaz kompozíciót rátesszük, és beugrik a két videósáv közé, belenagyítok, így, nagyjából jó, rákattintunk. Amit látunk, egy szöveg. Természetesen van mérete és van átlátszatlansága, én denzitásnak hívom, a méret, a kezdeti méret legyen 80%, figyelj arra, hogy ez a kis csuszka az elején legyen, tehát a legelső pillanatban, a legelső pillanatban be legyen téve egy keyframe, egy kulcskocka, ami automatikusan bekerül. Az legyen egy kisebb, 80%, az átlátszatlanság legyen mondjuk 70%, és rákattintunk. Meg is nézhetjük, hogy ez hogyan fog működni. Bizony, egy ilyen képet kapunk. Megint rámegyünk a klipre, home gombot megnyomva helyreugrik, és ezt rákattintjuk, meglátjuk, hogy ott vagyunk. Oké, de nem itt szeretnénk, hanem középen, középre tesszük viszintesen is, és most kaptunk egy kisebb, egy picit halványabb feliratot. Ez a halványabb felirat ugorjon elő, teljes méretre, hol? Hát nagyjából itt, jó, hogy körülbelül az egy negyede környékén, akárhol, ahol neked tetszik. Oda megyünk, és ezt beállítjuk oda, ahova kell, szépen odahúzzuk, látod, párhuzamosan mozog vele, és kap egy keyframe-et, aminek a keyframe-nek a mérete legyen 100-as, és legyen az átlátszatlanság, a denzitás 100-as, megint középre piszkáljuk, erre nagyon figyelj, ne maradjon el, és akkor kapunk egy ilyen, hát hogy is mondja, előre jövő és egyre denzitásosabb, egyre tömörebb szint adó feliratot, és nézzük meg, hogy mit kaptunk. Arany János, és előjött a Velszi Bárdok, hogy te 70%-ot használsz, 80-at, 60-at, vagy éppen 50-ről sötétedik, erősödik be a szín, az teljesen mindegy, véleményem szerint ízlés dolga. Na hát a vége is jó lenne, ha úgy működne, hogy bizony valahol, hát valahol innétől kezdve, mert azt is be kell jelölni, innétől kezdve halványodjon el ez a kis felirat, halványodjon el, hogy a következő felirat szépen, amikor elkezd előreugrani, kisebbe megjelenik, és kinagyítódik, és ez már ne legyen ott. Azt hiszem egyértelmű, vagy legalábbis a bemutatás után egyértelmű. Megkaptuk a 100%-os keyframe-et, tehát itt 70%, itt 100-ig felmegy, 100-nál itt folyamatosan megy, odáig, amíg kulcskockát nem lát, kulcskockánál megnézi, hogy oké, ez 100-as, folytatjuk a dolgokat, és a végén, azaz a legvégén odaléptetünk, adunk egy keyframe-et a plusz kockával, és megmondjuk neki, hogy a méret maradjon 100%, és az átlátszatlanság legyen valami piciny. Én úgy gondolom, hogy az átlátszatlanság legyen 0 és 20 között, félúton 10, próbáljuk meg, hogy mit sikerült összehozni. Látható, ezeknek a gomboknak, bütyköknek a mozgatásával is tudod ezt szabályozni, de én jobban szeretem itt, mert a keyframe-ek megadása egyéb, azért ezen a picike kis területen, még hogyha ezt így ki is nagyítanánk, akkor is eléggé gyengécske méretű lenne, azaz kényelmesebb itt megadogatni az értékeket. Nézzük is meg, hogy mit sikerült levezetésként csinálni a Velszi Bárdok. Eltűnt, és durván előugrott Edward király, angol király, akinek van fakó lova. Következő gondolat már senkinek nem lesz különösebben megterhelő. Megkeressük és ráhúzzuk, és szépen szétugrik, ha nem, akkor széthúzod. A következő gondolat az, hogy két lehetőséged van, vagy ennek a beállítását lemented, és erre rámásolod, én ezt inkább ennyinél, 3-4-5-nél hanyagolnám, hát bizony, az első körben oda megyünk, hogy az elején legyünk,
itt is oda tudtunk menni, a méretet megjegyeztük, igaz, hogy 80, az átlátszatlanság pedig 70, igaz? Arról beszéltünk, rákattintunk, na hát nem ott szeretnénk ezt látni, hanem középet szeretnénk látni, és oda beállítjuk, majd hát elmegyünk körülbelül, ameddig nekünk tetszik. Általában ezt igazíthatod a vershez, tehát a hanghoz is, vagy megérzésre, vagy pontos távolságokat, tehát 20%-ig menjen, az neked, ahogy éppen tetszik, beállítjuk. Keyframe legyen 100%-os a következő méretben, az átlátszatlanság ilyen csúszkával tudod húzkodni, vagy beállítod, és legyen középet, azaz mindig arra figyelj, hogy a megfelelő helyre is oda kell tenni, hiszen ő valami oknál fogva ide-oda csúsztatgatja, majd innétől legyen egy ilyen kis levezetés ennél a szónak a közepétől, kap egy keyframe-et, elhúzzuk ezt oda, ahova kell, beállítjuk, nagyjából legyen itt, oké, plusz, el ne felejtsd a vég, tehát a 100%-nak a végső helyét is meghatározni egy keyframe-mel, majd elmegyünk a legvégére, ide kattintunk, vagy odahozzuk, teljesen mindegy, adunk neki egy keyframe-et. Érdemes megjegyezni, hogy a kulcskockák a keyframe-ek közül az elsőt, a leges-legelsőt automatikusan megadja, de az utolsót nem. Erre azért érdemes figyelni, mert általában el szoktam felejteni. Azaz, 80% itt, 100% idáig, 100% és itt bizony, mit fogunk tenni, méret 100% és az átlátszatlanság, ahogy én hívom a denzitás, legyen 10%, nagyjából az előbb is ennyi volt, és rákattintunk, megnézzük, hogyan működött, és előugrik, és eltűnik. És nyilván a léptet fakó lován megkapja majd ugyanezt a kompozitálást, ezt az átmenetet, ügyesen kiugrik a végére, mi rákattintunk, elmegyünk az elejére, megmondjuk neki, hogy hát bizony legyél te egy kicsit 80%, ez legyen 70%, és légy szíves már beállni odaava kell. Ha nem középre, vagy ezekkel normálisan beigazgatható helyre szeretnéd elhelyezni, akkor ezeket az értékeket folyamatosan át kell másolgatni. Azaz megvan az átmenetünk, megnézzük, hogy meddig legyen ilyen picike, és mikorra nagyítassa ki magát. Hát nagyjából ennek a távolságnak ekkora része, itt a szó kezdeténél legyen, megkapja a saját kis keyframe-ét, megkapja, hogy 100%, na hát előbb a csúszkát húzkattam, most én szeretném beírni, rákattintunk, és megint helyre pofozzuk, hogy ott legyen. Megint megnézzük az átmenetünket, illetve hát ez igazából átmenetnek átmenet, de nem a két klip közötti átmenet, azért hívhatjuk átmenetnek is, és nézzük meg, és előugrik, és levezetőnek jó lenne, hogyha valahonnan innétől kezdve, bizony a keyframe-et megkapja, 100%, és az utolsót is hozzáadjuk, természetesen erről beszéltem, előfordulhat, hogy elfelejtjük, de mi nem szoktuk, hozzáadjuk, és akkor a méret 100%, a denzitás, az átlátszatlansága legyen 70%. Mondom, nem az értékeken van a hangsúly, itt megteheted azt a váltásoknál, hogy egyforma denzitásra állítod be, hogy amennyire az egyik elhalványodik a végén, a másik olyan halvány legyen, ahogy az ízlésed adja. Nyilvánvalóan már felfedezted azt, hogy itt a kis csúszkákkal, kis bütykökkel tudod állogatni a helyét és a sötétségét, a denzitását, meg egyéb dolgokat. Én azt mondom, hogy számomra átláthatóbb a numerikus értékek megadása, lényeg a lényeg. Kész van a videónk. És ez nagyon jó számunkra, hiszen elkészült a videó, és ezen túl, hogyha szeretnénk megnézni, bizony meg fogjuk tudni nézni ezt a videót, ezt a kis effektusokkal ellátott pár kis mondatot. Arany János, a velszi bárdok. Edward király, angol király, léptet fakólován. Igazán nem hosszú dolog volt, de megtanultunk több dolgot. Első dolog az,
Természetesen. Az első dolog mi volt? Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet valamit feliratozni. Én fekete háttérrel iratoztam fel ezt a művet, de hogyha egy koncert, vagy akármi képek, klipek mennek alatta ugyanaz, akkor a fekete sáv, amit fekete sáv, a fekete háttér, akkor az bizony le tudod cserélni a videóra, vagy eredetileg azt teszed be, de egyetlen egy kis esztétikumot szeretnék mondani. Ha véletlenül olyat szeretnél, és jogos gondolat, hogy mögötte megy valami videó, vagy klip, vagy éppen lejátszás a különböző képeknek, akkor nem ilyen egyszerű, hogy fekete-fehér, hanem esetlegesen oda is kell figyelned arra, de mindenképp oda kell ám arra figyelni, hogy a klipnek, tehát a képnek a színével összhangba legyen a felirat. Illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy amíg egy fekete vagy egyszínű háttér előtt bármi szöveget bárhova el tudsz tenni, érdemes, hogyha mondjuk egy koncertfelvétel van, nem az énekesnek a fejébe belerakni a feliratot, mert az csúnya. Akkor azt olyan helyre kell pozícionálni, ahol jól látható, de igazából arcba belerakni, olyan helyre belerakni, amit esetleg néznének is a nézőid, nem nagyon érdemes. Azaz, megtanultuk, hogy hogyan kell technikailag elgondolni. Van egy réteg, ami a háttér, van egy címklip, rengeteg, amit egymás után berakosgatsz, hogy utána az első két gondolatot, egyszerűbb átmeneteket használsz, vagy a második, hát szerintem egy kicsit esztétikusabb átmenetszerűségeket használod, bár az egy kicsit macerásabb, hiszen meg kell adni a kezdeti, a 100%-os, a 100%-os és a végpontnak a értékeit, azt megadhatod a kis csúszkáknak a piszkálásával, vagy numerikus értékekkel a tulajdonság fülön, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, de egy kicsit macerásabb, persze lehet ezt egy kicsit gyorsítani meg egy idő után, amikor a századikat rakod be, mert előfordul egy 100 soros vers is, természetesen akkor már mechanikusan irogatod be az értékeket, de oda kell figyelni, tehát több lépcsős, de véleményem szerint egy-egy versnél, vagy egy rövidebb műnél egyértelműen meg lehet ezt csinálni, és szebben fogod kiadni a kezed közül azokat a műveket, amit te feliratoztál. Köszi szépen, hogy meghallgattál. Nagyon örülök, hogy sikerült egy-két gondolatot megosztani veletek, és remélem ezek után senkinek nem lesz gond egy ilyen koncertfelvétel, zene, vers, vagy egyéb feliratozása esztétikusan. Esztétikusan, hiszen nem csak bedobáljuk a szöveget, és durva váltások vannak, az se rossz, de hát azért annál van sokkal-sokkal jobb, persze több munkával, de szebb eredményt elérő metódusa ennek az egyszerű, ingyenes, Windows, Linux és egyéb rendszerek alatt is használható, ingyenes, hozzáteszem, teljesen ingyenes videóvágó programnak. Köszi szépen, sziasztok!